French President Emmanuel Macron accepted the resignation of his Emmanuel Macron francia elnök kedvesen elfogadta Gabriel Attal miniszterelnök és kormánya lemondását, jelentette Párizsból az Euronews tudósítója. A leköszönő kabinet azonban a következő hetekben ügyvivői minőségben még a helyén marad, feltehetőleg a párizsi olimpiai játékok végéig. Az új Népfront az előrehozott nemzetgyűlési választások megnyerése óta nem képes konszenzusra jutni a lehetséges kormányfő személyéről, a szélső baloldali engedetlen Franciaország pártból, a mérsékelt szocialistákból, a zöldekből és a kommunistákból álló szövetség sorra utasítja el egymás jelöltjét. Az ügyvivő kormány a mindennapi ügyeket egyelőre tudja intézni, de politikai vagy szakpolitikai intézkedéseket nem tud hozni. Néhány hétig ez a felállás működhet is, de ha esetleg hónapokig elhúzódna az új kormány megalakulása, az már demokratikus problémákat okozhat Franciaországban. A democratic issue if it takes longer than a couple of months.